Na hát sziasztok! Én Ádám vagyok, és a mai videóban SkyTech Esprit L400-ről fogok megint beszélni, mert sok ember fogalomzavarban van ezzel az erősítővel kapcsolatban. Na most, ez az erősítő kétszer 200 wattos lenne, és ez nem ic és hanem tranzisztoros. Na de, amit mondtam ugye korábbi videómban is, ez csak 100 wattot vesz fel ó, oh. ez csak 100 wattot vesz fel és egy amperes benne a biztosíték. Ez jó esetben 2 35 vagy 2x40 wattot tud leadni. 4 ohmon. Le is veszem a tetejét. Voilà. Na, látok valami kis különbséget? Nagy hűtőborda, nagy végtranzisztorok, puffer nagy egyenirányító. Igen, ugye ez át lett alakítva, így még nem mutattam meg ez nem 2017 voltról megy, mint amit írtatok kommentbe, hanem euh, mindjárt megmondom. 2 22 voltos trafó van benne, és nem 2017, és nem td 30 as ic vannak benne, mint amit írtak a videóm alá. És ugye, ez a hűtőborda volt benne, ami nagyon kicsi, tehát ez, tehát ez maximum 20 wattot bír el, erre ki lett cserélve és itt tip 41, tip 42 tranzisztorok voltak benne, de ki lett benne cserélve tip 142 és tip 147-re. És amiről beszéltem, hogy ott volt ez a két kis ellenállás, ami nagyon melegedett, ott már piros volt a panel, ki lett cserélve, kapott két új ellenállást és két új IC-t a Cernet dióda helyettesítésére és a ellenállás helyettesítésére. Itt már ezek az ellenások nem melegednek, és az IC-k sem melegednek. És a tranzisztorok sem melegednek, nem for, nem for fel a hűtőborda, mert ez jó bírja ez a hűtőborda. Kapott két darab nagy 10.000 mikros Teapó márkájú pufferkondit, így basszusnál, nem fullad le az erősítő, és egy nagy egyenlítót mert kicsi volt benne. Plusz még ö, megmaradt a két darab 4700 mikros tápkondi, így most már még erősebb. Szóval ez az erősítő így kettőször 40 wattot tud leadni, szóval nem kétszer 200 amit ráírnak, mert az hülyeség. És én még továbbra sem ajánlom ezt az erősítőt, mert hogyha megveszitek, és nem értetek hozzá, nem alakítjátok így át, akkor leég az egész. Vagy leégnek a tranzisztorok benne, vagy az a két kis ellenállás, vagy a CNR dióda. Szóval ez egy nem jó erősítő, de én ezt átalakítottam, így, átalakítottuk itthon, és a trafo az x 22 voltos benne, így a tranzisztorok darabja az meg 147 wattos kb a tip 142 és tip 147. És mivel nagyobb teljesítmények benne a tranzisztorok, így egy picivel hangosabban fog szólni. Tudom, hogy nem vesz fel a, trafó többet a több beta hálózatból, de akkor is hangosabban fog szólni, mert hogyha építünk házilag erősítőt, és több végtranzisztort lepárhuzamosítunk, akkor hangosabban fog szólni. Itt például nincs lepárhuzamosítva, csak nagyobb a tranzisztorok teljesítménye, szóval hangosabban szól. Meg nagyobb a tápkondi, egyéb elnyitó, szóval erősebb a tápegység. Na szóval ennyit is akartam volna. Öh, hát akkor sziasztok! Találkozunk legközelebb!